ezt a halk helyet. Igyekezzenek, hogy a bal és a jobb oldal váltása az minél zökkenőmentesebb legyen. Ne legyen nagyon erős hangsúly. Ez olyan, mint egy vízimalomnak a kereke. Korábban kéne, mint az egész zenekar. Ti vagytok az alapja a zenekarnak. Pont rólatok beszélek.
все делается правильно, но все поздно. Это minden nagyon helyes és jó, csak később van. И у оркестра теряется энергия в игре. És a zenekar ettől elveszti az energiáját. Знаете, как человек, когда он ходит, волочит ногу. Ez olyan, mint amikor az ember megy és húzza maga után a lábát. Így szól a zenekar, hogyha hátul kullog a bőgő. A bőgőnek mindig előre kell lökni a zenekart. Okay, Peter, Peter. Át kellene, hogy vegyenek veletek ezeket a zenekari állásokat. Persze, ha értik azt, hogy ez milyen nehéz. És hogyha ők el is tudják játszani. Mert egyik karmesternek sincs arra ideje, hogy minden ütemet átvegyen veletek. A doma, значит, вы можете учить только ноты, но вы знаете темпо. Otthon viszont megtanulhatjátok a hangokat, de nem tudjátok a tempóját.
нужно играть немедленно уметь и быстро. És ezt lassan és gyorsan is kell tudni játszani. Tudsz itt ezt, ezt lézni. 1, 2, 3, 4. Kényes és finom kérdés. Некоторые даже очень хорошие оркестры не понимают этого.
És nagyon sok nagyon jó zenekarban ez nincs meg. Szeretném, ha ti elkezdenétek ezt feldolgozni, hogy megértsétek. Nem a zene sebességétől függ. Ez a zenészek belső töltésétől függ. Если у музыканта музыка идет вперед, то есть двигается, тогда это интересно и красиво. Ha a zene mozog és él, előre halad, akkor szép a zene. А если музыка стоит на месте, это не хорошо. Ha egy helyben áll, az nem jó. Это не зависит от скорости. Ez nem a sebességtől. Вы можете сыграть сейчас еще быстрее. Most még gyorsabban el tudnátok. Но все равно она будет стоять. De akkor is állni. Можно сыграть медленнее. Lehet lassabban. De mozogni, előre haladni. Послушайте меня внимательно. Hallgassatok meg. Elég gyors a tempó, nem? Vinni kell tovább a zenét, és nem eljátszni egy hangot és kivárni. Előre haladni egyfolytában. Yeah.